Mindegy, U állomás. Haladjunk a sztorival inkább. U állomás. Olanátka is dolgozott. Tudod, egy időben nagyon ki akarták küldeni az űrbe aztán utána, de nem volt olyan szerencsénk, hogy ez megtörténjen. Én szívesen belelőnék egy pár embert a napba. Ó, mi a fasz? Magmások. És addig ott álltunk és nem csináltunk semmit? De tényleg, hogy megvárnak, hogy ne, mi ne menjünk be, mert akkor a fős nem fog minket látni. Ismétlem, nem fog minket látni. Bemegyünk itt egy pecomot. És hangosan is elmondom, hogy halljátok, hogy nem fog minket meglátni. Most fogunk bűnözni. Bűnözni. Az űrállomáson. Azért mondom ilyen hangosan, hogy ez a zöld fejkendős kisfiú hallja. Oda megyünk bűnözni, mi rossz emberek vagyunk. Most zöld fejkendő van rajta, és még rajta egy fehér sapka? Igen. Vagy a kettő egybe van igazából. Hát most nem igazán... A sapkának lehet ilyen alsó. Ugye sokan azt hiszik, hogy eleve fehér haja van, de nem, igen. Fekete haja van. De nagyon kár, pedig egy fehér haja lenne. Egy sapka, vagy egy fejkendő és egy sapka, azt így igazából nem tudtam még összerakni magamban. De valahogy ugye... És mi ez ilyen agykirálykatonát játszanak közben ott az emberek? Hogy egyik... Vagy egy kidobó? Igen, és erősen szemben állnak egymással, igen. Vagy így. Mindenki gondolkozik az, hogy őre megy ezekkel a köcsögökkel. És mekkora faszt rajzoltak mindenhol azért, figyeled, milyen izé, ez ilyen pornó magazin lehet, nem tudom. Ne, magmások firkálták össze a terrorizmát. Ja, igen. Bráner! Mindenhol faszokat rajzolunk. Hát, hogy megvan az, hogy az akvások meg a magmások közül kik az éretlenebbek, a magmások. Igen, de ez eddig is, hát akinek ilyen, aki ilyen vörös medvének öltöznek be, azért gyakorlatilag. Azért kalóznak beöltözni, az, hogy mégiscsak sokkal faszább dolog, mint egy medvének. Mondjuk a medvék azok királyállatok. Nem azt mondom, hogy nem király, csak beöltözni annak azért már annyira nem tudom. Én nekem azért a Zangief a kedvenc Street Fighter karakterem például, mert van egy olyan háttérsztoria, hogy a... harcol. Nem csak az, hogy a medvékkel harcol, hanem hogy a Signature Movie-ját úgy fejlesztette ki, hogy beleesett egy tornádóba, miközben éppen birkózott egy medvével. Beleesett egy tornádóba? Igen. És honnét? Hol harcolt azzal a medvével? Jött egy tornádó, és fölkapta őt is, meg a medvét is. És tudod, van a spinning pile drive, amikor fölkapja az embert, igen. És úgy esik le vele, hogy pörök közben. Igen. Na azt akkor fejlesztette ki, amikor ez történt. Szóval úgy fejleszt ki új technikákat, hogy tornádóban birkózik 400 kilós medvékkel. Szóval ő Zangief. Nem tudsz királyabbat elképzelni. Ez egy Chuck Norris tény, konkrétan. Hát figyelj, nem véletlenül ő nyerte meg a Street Fighter 4-et. Igen. Hivatalos. Nafsed. Egyik kedvenc karakterem volt mindig is a Kemi mellett, meg a Sakura mellett. Nekem a két kedvencem az a Zangief, meg a... Nagyon jól akartam mondani, az E-Honda, a fő karakterek közül. Aha. Hogyha belevesszük a háttér karaktereket is, akkor a harmadik kedvencem pedig a Rainbow Mika. Rainbow Mika. Ja, hát ő csak a izében volt benne az alfában, sajnos. Pedig egy írtozatos a kirekültet. És nagyon mondják, hogy az ötben már tényleg benne lesz, mert nem tudom, de senki nem hisz nekik. Nekem ugyanilyen... A 80. újrakiadásában biztos. Igen. DLC-ként. Szerintem még Karin is hamarabb benne lesz, pedig ő aztán abszolút egy full mellék karakter. Hát ő is az alfa volt benne, és őt is imádom. Nekem pont ez az Ermika... ezt a vonalat én is bírom. Karin... De az egész alfa szerintem egy kurva jó kisorozat volt jó karakterekkel. Igazából a Street Fighternek mindig is nálam az volt az erőssége a karakterek. Kicsivel jobban meg vannak alkotva azért, mint a kurva Tekkenbe. Ugye azt vágott, hogy a Tekkenből a Kazuya meg a Paul azok Ryu és Ken koppintások voltak még a sorozat elején, azt vágod? Aztán kurvára nem azok lettek. Igen, nagyon érdekes, mennyit változtak. Igen. De amúgy tényleg azok voltak. Azt tudtad, hogy nem lesz állítólag afroamerikai karakter a Tekken 7-be? Egy se. Mindenkit. Raven, Edith, mindenkit kivettek. Rasszista lesz a Tekken? Ezek szerint. De miért? Nem, mert egy arabot beraktak. Az egyet, tehát most megint lesz... A négereket utáljuk, de az arabok azok jöhetnek. Hát miért Zafina eddig is arab volt? Mindenki mondta, hogy fuha, ez az új arab fasz, ez valami izé... Első arab karakter a Tekken sorozatban, és mondom, hogy Zafina egyiptomi, szóval... Az is arab ország, tehát innentől kezdve nincs mire beszélni.
De hát az új Tekken az már rég elvérzett nálam, tehát így nem. Hát amikor volt ez a beszórás, hogy ha majd beletesznek egy izét, egy skilledet... Kopasz, akkor majd biztos tetszeni fog majd az amcsiknak meg izé. Csak azért, mert jogosan kijelentették azt, hogy fi, ez az új női karakter, rakás szar, szóval... Ja, lelkik azért. És még csak nem is a design, nem azt mondom, hogy... Mert leszorom, hogy a design. De az eleve, hogy elég bugyuta karakter volt már, nem kérünk több bugyuta karaktert, szóval... Hogy ennyi. Szóval... Pont ugyanaz lesz, sok bugyuta karakter, aki nem élene bele a Tekken világába, mint a King of Fighters-del történt, hogy idővel így elkezdtek szar karakterek belemenni egymás után. Már nekem jobb van. Tiéd, ez csak egy szar. De durva, hogy most így együtt harcolunk a... Stevennel? Stevennel, ja. Steven jó srác. Steven sokkal fiatalabbnak néz ki így a csataképen, mint felülnézetben. Fiatal a srác, csak tudod, van egy ilyen animés cucc, hogy nagyon sok fiatal karakternek fehér haja van. Persze, szóval, és tudod, ebből mi jön le, hogy ősz, öreg. Ennek ellenére 26... Ja, nem láttam még közelről, én nem tudtam, de én most már tudom, hogy tudom. Ilyen 20 éves a srác amúgy. Talán mit olyan a 30-as éve elején lehet maximum. Az a plafon. Annál öregebb nem lehet. Hét, azt mondtad, hogy pofon. Ugye az, a hirtelen azt értettem, hogy azt mondtad, hogy pofont nem azt mondtad, csak azt úgy értettem. Az durva lenne, hogy az lenne a pofon. Mi lenne a pofon? 30. Múltkor láttam egy a pofon bajnokság világbajnoki döntőjét a tavalyi fúrban, akkor a pofont kapott. Van ilyen? Van, és kiütötte az egyik a másikat, akkor a pofont kapott. Tehát nem ököllel, meg semmi, tényleg csak ilyen csatnos pofon, de az akkora ereje volt, hogy a csávó azt kiütötték, mint a szart. Összeesett. Ja. És aztán egy nagy nehezen fölállt, és így kezed fogtak, és akkor aranyérem, ezüstérem. Ez ilyen szar lehet, van. Ezüstérem, és lettem pofon bajnokságban, vazzeg, ez ilyen. Hát tudom, most gyakorlatilag ez a másodállás, hogy ilyen hülye lájkodás szar cikkeket írok egy oldalra, és így. Figyelj, ne becsüld le magad. De az az, ennél már csak egy az újságírásnál, ennél már csak két szint van lejjebb. A dorkli. Nem, az még nem. Az egyik ezek a női rovatok, kiskegyed, nem tudom, velvet, meg ezek a szarok, és az állatbarát rovatok. Tehát amikor annyiból áll az újságíró feladat, hogy ír két mondatot 50 cicás képhez, és ennyi, és az a napi poszt. Megvan a termelés. Na, úgy néz ki oldalról, mint Beethoven. Mert a zeneszerző. Tehát jó, gondoltam, hogy nem a Bernát hegyi. Ezekkel a buzikkal tudsz beszélni most már, vagy nem? Minek? Nem kapok szart se, menjünk. De ki tudja, lehet, hogy igen. Oda menjünk, ahol kapunk valami. Várj, nem itt kapunk. Itt már kaptunk pecabotot. Nem kell még egy. Na, hogy kéne pecázni is majd. Kifogunk pár egy giradoszt. Az a dolog, hogy tényleg ki lehet fogni giradoszt. Tényleg? Hát mondjuk, minden jó. Adidas-t szart. Ez micsoda? King's Rock az egy evolúciós cucc, hogyha odaadod bizonyos pokémonoknak és eltrédeled őket, akkor fejlődnek tovább. Slowpoke így fejlődik tovább, Slowking-é például. Ez a háza egy ilyen kis putri forsban él, ez a tudós atya úristen. Nem putri ez a hely. De nincs ágy, nincs asztal. Hol alszik? Melyik pokémon házban van? Hát a miénkben van! A miénkben volt ágy. Ebben nem volt. De csak a tiédben van, mert mi egy-két másik házban. A legtöbb Pokémon házban... Sőt, WC sincs sehol. WC egyáltalán nincs. Az náluk sincs, meg fürdő sincs. De miért? Ezek soha nem fürödnek? Vagy mi? Nekin kulturálatlan mocsok emberek. Messziről bűzlenek. Minden egyes ember méregtípus. Alapjáraton. Az a baj, hogy megint ez egy szar cucc, amit meg kéne valakinek tanítani. Szerintem én kölcsön veszek egy Pokémon-t HM. Szerintem is. Csoki meg tudja tanulni a Dive-ot? Nem hiszem. Az bevassza. Meg vagy Istenem van TM-el, szegény. Szerintem nézzük meg kokaint. Kokaint. Vagy pizzát. Vagy nem, hülye, nem pizza, csilisbab. De ő nem víz, nem? De ő víz is, nem? Meg kék. Nem. De most azért meg kék. Igen. De nem, ő csak pszichó. Na, kokain.
Nem hittem volna, hogy... Fáj a fejem mindig. Nem hittem volna, hogy egyszer még fogunk drogokkal élni, de úgy tűnik, hogy igen. Mi mindig másnap széttépte az agyát drogokkal. A podcastben erről már volt szó, a zenés podcastben, hogy ugye van a Tame Impala nevezető ausztrál rockzenekar, és ugye ők arról híresek, hogy ők legendásan iszonyat sokat drogoznak. De nem az, hogy ilyen fű, meg ilyesmi, hanem tényleg ők mindent tolnak. LSD, kokain, heroin, amit akarsz. Minőségit és mennyiségit is. Igen, és az a lényeg, hogy van egy sorozat YouTube-on a Kids Interview Brands, hogy két ilyen 6-7-8 év körüli kislány, azok ilyen rock meg metal zenekarokat interjúolnak meg. És csináltak egy interjút a Tame Impalával is, és direkt megkérték az énekes, hogy tényleg csak erre az egy interjúra a kislányok előtt ne legyél drogos, mert sem mondták, hogy jó, pár napig nem tépnek. És állítólag három napig leállt a cuccról, és mikor oda jött az interjú, úgy be volt állva. Tehát, hogy annyi drog volt benne, hogy igazából... Az alapállapot. Hiába nem élt szerekkel három napig, ugyanúgy totál kész volt, és ilyen vörös szemekkel, tudod, így beült a két kis csaj közé, azok néztek, hogy mi a fasz. És ugyanilyen interjút az Insane Clown Pussy-val, és az a nagy darab ilyen kövér, dzsugaló, maszkos izé, vagy arcfestéses barom, és így be van tépve, fú, az egy nagyon jó csatorna, ajánlom nektek, nézzétek, akkor is, hogy nem szeretitek az elintelőt. Wow, és nem fulladunk meg a picsába? Látod. Psyduck folyamatosan smárol minket, és így, tudod, így szálljal, így adja nekünk a levegőt, tudod, mint az oxigénpalaszk. Ennyi tud? Mennyi tudjon? Nem lehet, hogy föl kell mennünk? Miki? Hogy? Hát nem lehet, hogy ott föl kell mennünk? Hát... Bemész, Miki, és abba hagyod a dive-ot, és akkor fölemelkedsz, nem? Hát itt fél... És a B-vel megyünk fel. B-vel, na.